Szevasztok! Itt vagyunk Vászolyba, Szent Jakab forrás előtt. Itt van egy tájékoztató. Nem. Mutatom. Ha esik, akkor nem baj, mert lefrissülünk. És az esőben mindent van. Látjátok? Gondoltunk még, mielőtt lemegyünk az aszófői halsütőhöz egyet pisztrángot enni, meg ezt-azt. Addig még megnézzük ezt a Szent Jakab forrást itt Vászolyba. Akkor bemegyünk. Itt is írják, itt jó vendéglők vannak. De mi a halsütőhöz megyünk majd. Na hát, Szent Jakab forrás, tó, Vászolj. El akarjátok olvasni, csak pauzézzétek le. Megvan? Na. Hát ilyen programok vannak ám kiírva, mert itt egy, ugye ez itt egy színpad. Látjátok, ez itt a színpad, és ide leülnek az emberek, aztán nézik a programokat. Ugye ez egy tó. Megnézzük, hogy a forrás működik-e, hát nem tudom. Hát csak működik. Ott a forrás. Fönt egy hajó. Nézzétek meg, micsoda szép. Oda megyek közel. Megnézzük, mi van ráírva az ülőhelyre. Ezt az ülőhelyet mi is ki is fogjuk most próbálni. Második Endre, Szent Jakab áldása él forrásán. Ja igen, második Endre áldása él Szent Jakab forrásán. Tehát még egyszer, második Endre áldása él Szent Jakab forrásán. Forrástól élő világa. Hát nem folyik. Nem folyik. Nézzed el. Most lekapcsolj egy picit. Na itt eljöttünk erre a másik felére. Itt azért ered azért a víz. Itt jön a víz. Ilyen pici kis erecskéből, nem tudom, videóban látszik-e. Látjátok, folyik? Tehát azért nagyon kicsit azért csörgedezik ebben a nagy szárazságban is. Na hát. Forrás felől nem jön. Úgy elnézem, ez a kis erecske táplálja ezt a kis tavat. Jelenleg. Halakat nem láttam, elég átlátszó. De biztos valami van benn.
szokott benn lenni az ilyen kis tavacskákba. Kis fahíd, majd átmegyünk rajt. Visszamegyek, lekapom a forrásnak a kikövezett részét. Hát sajnálom, hogy nem folyik most. De nagy szárazságba. Itt van. Jönnek kutyások is. Hát ha valaki itt megy a Balatoni út mellett, vagy mondjuk átjön onnan a Kőtengertől, nincs olyan messze. Az egész Káli medence, Balaton felvidék. Ha meg tudja ezt is nézni. Jó kirándulás. Aztán innen már csak lemegyünk. A Szófőig. Aztán eszünk el jó pisztrángot, vagy valamit. Mindenhol lehet sétálni. Úgy elnézem, itt sütni szoknak valamit. Kis kemence. Húha. Elvitték a kutyát. Két kutyát. A színpad, ugye? Aha. Azért folyik ám a víz. Azért így ered ám valahonnan azért a víz, mert nézzétek, az a kis erecske nem ennyire folyik. Tehát gyakorlatilag innen a, ebből a dombból, innen, ugye, megered azért a víz itt-ott-amott. Sok kis erecske, látjátok? És azért itt azért folyik. Na persze, nem tudom, mikor nyitották meg a zsípet, mennyire. Azért lehet szabályozni. Csak-csak gyűlik ide bele a víz, mert különben nem folyna. Csak ugye pont ott a forrás oldalon, ahol ki van alakítva a forrásnak számára, ugye, ott nem folyik pont. Ott a kiserecskéből folyik, meg még mit tudom én honnan. Merre menjünk? Arra? Na hát. Na jó van, akkor itt befejezik a videózást. Ha tetszik, rakjatok erre is egy lájkot. Rakjatok a kőtengeres videóra is, meg a többire is. Úgyhogy mi kirándulgatunk tovább, egy kicsit még aztán. Megyünk Tihany fele. Még annyit mutatok nektek, az előbb itt láttam ezt a képet, hogy milyen malmok vannak itt errefelé. Na, látjátok. Akkor búcsúzunk. Sziasztok! Sziasztok.